Nagy szeretetel köszöntelek itt a Pax Televízióban. Ez a Csendes Percek című műsor, és az én nevem Van Lár Paul, a Redemption Nemzetközi Gyülekezetnek az egyik lelki vagyok. Nagyon örülök, hogy ezen a héten, ezen a napon is veletek együtt lehetek. És ebben a sorozatban benne vagyunk, amelynek azt a címet adtam, hogy a nagy titok, avagy az atya szeretete. Hisz egy nagy titokról beszélt Jézus, amikor azt mondja, hogy nekünk mennyei édesatyánk az Úristen. Egy tökéletes apát mutatott be azzal a szóval, hogy Aba, apa, akiben meg tudom bízni, aki mindig szeretni fog, mindig velem lesz, előre felemel. Pont akkor, amikor én még semmit nem tudtam letenni az asztalra. Jézusnak azt mondta, minden földi szolgálata előtt, hogy te vagy az én szeretet fiam, benned gyöngyörködök. Az alapján ma neked is azt üzenem, hogy Isten úgy örül neked, ahogy vagy. Te vagy az ő szeretett gyermeke. Semmit sem tehetsz azért, hogy jobban szeressen. Lehet, hogy nem ért egyető a döntéseiddel, de elégedett azzal, aki vagy. Már jóvá hagyott téged. Pali, hogy mondhatsz ilyet? Köszönöm a kérdésed. De amikor atyád ránéz, rád néz, Jézust látja. Lát valakit, aki megváltott, megváltozott a kereszt ereje által. Nem látja már a hibákat, és nem látja a kudarcukat. A Biblia azt mondja, Jézus magára vette minden hibád, minden kudarcod, minden bűnöd. A második korintusi levélben, az ötödik fejezetben, a 21. versben azt olvasjuk, hogy mert az, aki nem ismert bűnt, Jézus, bűnét tett értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ó, bizalommal futhatsz az ölében, mert igaz vagy Isten előtt. A paliféle fordítás azt mondanám, hogy lehetsz az ő közelében, jogod van ott lenni. A bűneink, a hibáink felett, ő azt mondta, én átveszem a felelősséget, vállalom a bűnödet, elviselem a kudarcot, elviszem azt a cuccot, amire nem vagy büszke, amit téged illet, tovább léphetsz. Szabad lehetsz. Nem kell ezt folyamatosan előhoznod. Nem emlékszem rá. Néha úgy élünk, mintha megpróbálnánk visszafizetni Istennek, amit rosszul tettünk. Megpróbáljuk megmutatni neki, hogy valóban nagyon sajnáljuk valamit, ami évekkel ezelőtt megtörtént. Ezerszer kértünk bocsánatot, de egyszerűen nem érezünk magunkat méltónak. Ez nem az Atya szíve. Lépet a mi érdekünkben. Jézus magára vette a büntetést, hogy nekünk ne kelljen. Nem kell leverten és csügeten élnünk, miután ő mindent megtett, hogy felemeljen minket. Az árát meg kellett fizetni. Igen, és ő kifizette. Amikor először kértél bocsánatot, az ő írgalma árat be. Most meg ezt kell el kell fogadnod és előre lehet lépni. Emberek azért néha ragadnak meg a bűn tudat és az elítélés körforgásában. Mert Isten csak Istenként ismerik, nem pedig atyuként. Úgy gondolják, hogy abba kell hagyni a rossz szokásokat, és változtatniuk kell ezen, meg ezen az életünkben, és meg kell javítaniuk magukat mi előtt valaha is közelebb kerülhetnek Istenhez. Ne értsd félre, jó dolog leszokni a rossz szokásoktól, de a Biblia azt mondja nekünk, hogy bátran lépjünk a kegyelem trónjához, hogy irgalmaságot, kegyelmet nyeljünk és segítséget találjunk. Pont akkor a szükség idején is. Nem megyünk bátran a trónhoz, amikor azt gondoljuk, hogy a rajta ülő arra vár, hogy megbünthessen minket a bűneinkért. De amikor Istent atyának ismerjük, emelt feljel léphetünk be, tudva, hogy gazdag irgalmasságában, és kész segíteni nekünk. Nem azt mondja, hogy gyöj bátran a trónra, ha ezen a héten nem követtél el hibát. Nem. Isten azt akarja, hogy bátran megyünk hozzá, még akkor is, ha mi árontatunk a dolgokat. Még a legrosszabb napunkban is elmehetünk az Atyához. Ez az Evangélium. Ez a jó hír a mai napra is.